ezen a picit köbött reggelen köszöntöm azokat is, akik messzebből eljöttek hozzánk, és színházunk fiatal tagjának egy első munkájáról lesz szó, az új premierünk Egy bolond század csinál címmel. Átadnám a szót Vándor Frászló igazgató úrnak először. Csak nagyon röviden. Jó helyzetben van a színház vezetője, amikor két oldalról is megerősítést kapott. Az egyik az, hogy Szele Dávid bár igen fiatalnak tűnik, lassan 20 éve ismerem, 20 éve erősödik az a bizalom benne, hogy a színészi alakítások magas színvonalú megformálásán túl egyéb dolgokat is képes. Nagyon sokszor segített már ki bennünket különböző nehéz helyzetekből, szerepátvételek, új szereplők megdolgozása, akár legyen ez koreográfia, vagy éppen prózai munka. És egyáltalán látszik az a átfogó, áttekintő képesség, ami egy rendezéshez kell. És egyáltalán nem izgultam, amikor megkértem őt arra, hogy rendezzen egy darabot. Ebben is gyors volt, nem kért sok gondolkodási időt, azt hiszem, hogy másnapra megszületett a válasz. Ő nem csak rendezi, koreográfálja is a darabot, tehát dupla súly. A másik jó érzés az pedig az, hogy láttam főpróbákat, és láttam működésben azt, amit ő művelt. Rendkívül ízléses, nagyon szórakoztató, nagyon jó mértékkel működő darab minden vonatkozásban, és ami egy harmadik jó érzés, hogy a társulat, akik játsszák a szerepeket, nagyon szépen álltak mellette, és teljesen simán és segítőkészen együttműködve történt ez a folyamat, úgyhogy én szerintem egy kiváló előadásnak nézünk elébe. Én már mondhatom a nézők előtt, ez legyen inkább egy kis kezdcsináló, és hát nem lehet megúszni ezt az előadást, ahol Molnár Ervinnek saját magával kell találkozni a színpadon. Úgy érzem, hogy ez is egy teli találat, és az Ervin karakterformáló képessége, humora további lehetőséget, kibontakozásra további lehetőségeket kapott. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó képviselőit, és köszönöm Vándorfi László igazgató úrnak, hogy nekem megadta ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit más szerepben is kipróbálhatom magam most ennél a színháznál, és én ezt a bizalmat, én ezt úgy szerettem volna mindenképpen meghálálni, hogy a Pannonhalmi Színház profiljához híven és hűen egy nagyon finom, viszont pörgős és nagyon, nagyon jó ritmusú előadást próbáltam színre vinni. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy perc üres járat nincs benne, nem egy perc, egy két másodperc üres járat sincs benne, hiszen pörögnek az események elejétől egészen a végéig. Bonyodalmakból bonyodalmakba kerülünk, legfőképpen Molnár Ervin karaktere, mind a két karaktere. És én még azt is szeretném elmondani, hogy bevallom őszintén, szerintem ezt el is mondhatom, hogy én eleinte egy kicsit attól tartottam legbelül, hogy hirtelen megváltozott helyzetben hogyan fognak hozzám a kollégák, a színész kollégáim viszonyulni, de hál' Istennek az első próbának az első percében ez az aggályom eltűnt, hiszen ők is tudomásul vették a játékszabályokat, mint ahogy én is, és egy nagyon, nagyon jó próbaidőszakot tudhatunk magunk mögött, sok közös ötleteléssel, közös gondolkodással, ami nagyon segítette a munkánkat, hál' Istennek. Egy elég intenzív és feszített munkatempón vagyunk túl, de ehhez mi már szokva vagyunk természetesen, és egy együttes erővel én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis előadást sikerült színpadra vinni, és a felhőtlen szórakozásra garancia Molnár Ervin, én ezt itt most aláírom, és ki is jelentem 100%-osan, hiszen a veszprémi közönség ugye már nagyon jól ismeri Ervint, és én azt gondolom, hogy ha Ervin fölmegy a színpadra, akkor ő neki szinte már nyert, ugye van, hiszen olyan jelenléttel és olyan alázattal tud a színpadon működni, ami szerintem példaértékű.
ebben a színházi világban. És hát természetesen ennél a darabnál meg duplán kijön Ervinnek a karakterformáló képessége, hiszen olyan éles karaktereket tud megformálni, ebben a darabban kettőt is, és szinte összekeverhetetlen a gróf, illetve a Dömötör, hiszen mindegyiknek kitalált ő is, együtt közösen gondolkodva olyan éles és pontos jelrendszert, jeleket, amiből a néző tudni fogja, hogy éppen most ki van a színpadon. Én is mondok. Na mondja. Hát itt a sok szép dolog után én tényleg már csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm szépen a lehetőséget Vándorfi László igazgató úrnak is, és Szelle Dávidnak is azt a bizalmat, amit megszavaztak nekem. Én mindenképpen megpróbáltam ebben a dologban helytállni, és szerintem egy nagyon-nagyon jó próbaidőszakon vagyunk túl, tehát amellett, hogy tényleg feszített volt a munkatempó, ami nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon jó volt a hangulat. És mint ahogy a színház önmagában is egy csapatmunka, ennél a produkciónál is ez nagyon érezhető volt egészen az első próbától az utolsó pillanatig, tehát azokat az impulzusokat, amiket a Dávidtól kaptunk a nézőtéről, azokat mi próbáltuk visszaadni, és ugyanígy, tehát ahhoz, hogy ez azért ilyen rettentő jól tudjon pörögni, ahhoz azért nagyon precíz háttérmunkára is szükség van. Itt azért én mindenképpen szeretném megemlíteni a Lencsés Mártont, aki azért a háttérbe, mint asszisztens végig a próbaidőszak alatt is, és most az előadás alatt is rettentő precízen a kezébe tartja a dolgokat. De ugyanígy az összes többi kollega is a színpadon. Tehát az, hogy ez így tudjon működni, ez nekem tényleg egy utalomjáték, és nagyon-nagyon jól érzem magam a színpadon, de ez azért is tud így működni, mert nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozhatok együtt, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Szívesen. Szívesen. Várom kérdéseket. De, abszolút. De nem kell, jó a kérdés. Hát a történet ugye arról szól, hogy... Így van, ugye itt, ha jól tudom, akkor ugye az eredeti művet, hát Latabár Kálmánnak találták ki a szerepet is, hogy meg tudja mutatni csodálatos, brillírozó tehetségét és karakterformáló tehetségét. Ugye itt arról van szó, hogy egy lokálban kezdődik a történet, ahol megismerkedünk egy főpincérrel és az ő barátjával, a karmesterrel, akik aztán különböző helyzeteken keresztül egy félreértésbe keverednek, ugyanis összekeverik őket a főpincér Dömötört Gróf Suárezzel, és mert hogy rettentő nagy a hasonlóság az oroszlán vadásszal. Úgyhogy, és aztán ebből fogunk majd különböző helyzet komikumokba belekerülni, ami remélhetőleg a nézőknek sok-sok nevetésre fog majd okot adni. Egyszerre nem jelentem. Majdnem. Volt például a próbaidőszakban egy olyan próbánk, amikor már a második felvonást rendelkeztük, ahol már mind a két figura jelen van, és akkor néha az Ervin ilyen tudathasalásos állapotba került, mert éppen most nem, mi se tudtuk így hirtelen, hogy most akkor ki jön be, meg ki ment ki, meg... Tehát ezek például nagyon vicces és mókás dolgok voltak a próbaidőszakban, hogy amikor az Ervin éppen meghasonul önmagával, és hogyan próbálik rendbe tenni ezt a helyzetet. Nem tanultam én a rendezést. Hát amennyit a Vándorfi Lászlóval együtt dolgoztunk, akkor igen. Hát igen, de kifejezetten rendezést nem tanultam, csak néhány csinyát, binyát azért el lehetett lesni, meg lehetett tanulni. Hát így is fogalmazhatunk. Igen. Ezt is, mint a színházi dolgok zömét gyakorlatban lehet megtanulni. Szóval Darvas Iván utolsó interjújában
megkérdezték tőle Friderikus Sándor, hogy hát ez az 5 év, amit a Színművészeti Egyetemen, ez elégnek tartja-e? Sok. Mennyire? Maximum 2. Tehát addig lehet húzni, vonni, és nem szabad elvenni a fiataloktól az, hogy a legszebb éveikben mondjuk 21-22 évesen Rómeót is, Júliát is játszhassanak. Nem mindig szerencsés, hogyha 40 éves korban köszöntenek be a hős szerepek a férfiaknak és a hölgyeknek, a primadonna szerepek vagy a naiva szerepek. Gyakorlatban lehet. Akkor jön elő az összes nehézség. Tehát az ördög a részletekben rejlik. Minden egyes részlet más ördögöt teremt, és ezzel kell szembesülni. Hát ez jó eset, ha kitalál újat, ami eszébe se jutott. Igen, ez egy nagy feladat valóban, ezt elmondhatom, de biztos, hogy tanul. Mindig. Én egyébként elég korán kezdtem rendezni, és az alapvető, amit a színészetről tudok, azt a rendezésből tanultam meg igazából. Tehát ott látom igazából a mellettem levő kollégám kiszolgáltatottságát, kínjait, eszköz problémáit, ritmus problémáit. Tehát igazából akkor rengeteget lehet tanulni vele a mai napig. Egymást tanuljuk, tulajdonképpen ez erről szól a rendezés. Egymást tanuljuk és észre kell venni, legalább egy leckével előrébb kell járni, mint a színész. Legalább egy leckével. Hát volt egy időszak, az én ifjú koromban a színész, a rendezőközpont, akkor mindenkinek koncepciója volt. És a mesterem, a Ruszti József azt mondta, amikor megkérdezik, hogy Jóska, ez hogy találtad ki, hogy ezt a koncepciót? Semmit nem találtam ki, az előadást előbb meg kell csinálni, és utána kell kitalálni. Akkor éri el a megfelelő gazdagságot, az ember meg ragaszkodik a maga esetlegesen sorvadékony ötletéhez, és azt próbálja minden áron keresztül vinni, akkor nem biztos, hogy elérünk a célig. Szóval ez az emberek, a munkaeszközök, saját magunk érzékenysége, a kollégák érzékenysége, és csak ebből lehet összepakolni. Igen. Meg is van a Dávidnak. 10 éves korod óta? 9? 9-10. 9-10 éves kora óta színpadon áll, úgyhogy ezért ez komoly tapasztalat szerintem. Igen. Figuralesen vagyunk, figuralesen. Szoktuk mondani, igen. Figuralesen vagyunk az utcán is, a buszon mindenhol figurales. Hát, hogy amikor megtudtuk, hogy ebben az évadban milyen darabokat fogunk csinálni, akkor ugye természetesen szóba került ez az Egy bolond század csinál, és nyár végén a igazgató úr keresett meg azzal, hogy lenne itt ez a darab, és hogy lenne kedveme ezt megrendezni, és hát így jött az ötlet. És tényleg nem, tehát két napi gondolkodás idő után azt mondtam, hogy ugorjunk bele a mély vízbe, miért ne. Hát semmiképpen nem szerettük volna ezt a mai modern korba átrakni, mert úgy gondolom, hogy ez a történet, ami erről szól, ez akkor állja meg a helyét, amikor ez játszódik. Semmiképpen nem szerettük volna ezt modernizálni, hiszen akkor gyakorlatilag az egész darabot majdnem, hogy át kellett volna írni, át kellett volna variálni, mint ahogy például ugye
a 2006-os filmváltozat is ugye elkészült ebből, és én azt gondolom, hogy ez a történet, amit ugye a 2006-os filmverzióban újra filmre vittek, kicsit néhány dologgal azért kibővítve, megfejelve, szerintem nem nagyon állja meg a helyét. Ezt abban a korban kell, azt a 30-as, 40-es évek világát szerettük volna mi egy kicsit megidézni ebben a darabban. Hiszen ugye először a darab, ha jól tudom, először a színdarab volt, ugye Szüle Mihály 1939-ben állított a színpadra, Latabár Kálmán főszereplésével, és ugye abból innen jött az ötlet, hogy akkor ezt filmre is viszik, és 1942-ben, ha jól tudom, akkor készült el a filmváltozat. És hát ugye a színpadi változat az olyan sikeres volt, hogy azt hiszem, hogy 275 előadást élt meg. Hát mi kitűztük célul, hogy 276 legyen, hogy bekerüljön, de szóval inkább ezt a régebbi vonalat, legalábbis én azt szerettem volna, és ez így is került színpadra. Hát azt nem mondom, hogy ez volt az utolsó. Mindenképpen hát most jól fog esni egy kis pihenés, rendezés ügyileg, de megízleltem, hogy milyen íze van ennek a dolognak, de valami őszintén egy kicsit tetszett. Tehát, hogy így egyre jobban kezdtem már, amikor belejönni. Hát ugye természetesen először még ugye én is ebből a furcsa kialakult helyzetből egy kicsit még majdnem, hogy még pánikoltam is még az elején, de hát aztán ez tényleg a kollégáknak köszönhetően ez teljesen megszűnt, és nagyon élveztem, hál' Istennek, úgyhogy hát nem tudom, majd még lehetséges. Tessék? Ja, igen. Köszönöm szépen. Igen, hát természetesen ugye egy számot felkenni koreográfiailag, annak is kell valamilyen felépítés, és azt is, tehát a koreográfiákat is én általában megmondtam, hogy mi lenne az alapötlet, egy-két lépés, és akkor utána úgy közösen összedobtuk, és megszülettek. Hál' Istennek elég hamar, mert szerintem elég gyorsan elkészültek a koreográfiát, tehát nem is kellett vele sokat bajlódni, hál' Istennek. Nincsenek. Hát ez más műfaj, nyilvánvaló, más zenével. Hát ez tulajdonképpen a zenés vígjáték műfaj, tehát az operett és a zenés vígjáték közötti. Hát mint általában a 30-as évek darabjai, az Egy csók és más semmi, Meseautó, és még nagyon sok ilyen van. Tulajdonképpen én inkább zenés bohózatnak mondanám, ez tetszett, ez a miskolci változatban adták ezt a zenés bolondságot neki. Jó kedves ízű történet, eligazítja a nézőt. És visszatérve a rendezésre, hogy miért pont ezt, egyrészt a dolog könnyűnek látszik, egy pillanatra könnyűnek látszik, abból a szempontból, hogy nem kell különösebben gondolkodni, hogy a szerző ezzel a mondattal mit akart, vagy tehát elég egyértelmű helyzetek vannak. Viszont nagyon technikás, tehát úgy érzem, hogy aki elsőt rendez, egy ilyennel megbirkózni, az egy komoly feladat. Tehát rendkívül komolyan kell kezelni technikát, teret, nem a technikai értelemben, hanem a színpadi színészi technikákat, rendezői technikákat, belső ritmusokat, zenetánc arányokat, hol ki, hol be, hol jöjjenek a szereplők ki, a figuráknak a rövid, de nagyon szinte karikatúraszerű pontosságú, kicsit eltorzított, az abszurd felé hajló. Ez ilyen volt, tehát azért ismerjük Rejtő Jenőt, Nóti Károlyt olyannak, amilyennek, mert ebben a világban éltek, és azért is nem lehet kiemelni a korából. Tehát ha
ez nem pusztán ruha kérdés, hogy hol játsszuk, hanem egy világ, egy sajnos elmúlóba levő, de a magyar viccek akkor születtek, a pesti vicc az akkor született. Tehát az a szemlélet, azok a képtelenségek, azok a kis abszurdok, amik az életet akkor meghatároztak, azok ma is nagyon vonzók, és mint látható lesz, nagyon élvezhető. Egyébként, ha majd elfogadja rendező úr az ajánlatot, fog kapni újabbat. Ez egész biztos. Igen, fog kapni ajánlatot. Ez egy remek, remek, nagyszerű bemutatkozás is. De be kell játszani az Equus főszerepét, és egyelőre lovaglás technikai ügyekben. Igen. Ehhez kérdez, Walter László és Harmat Imre dalai csendülnek, mert erre a darabra. Tehát a darab volt az első. A meseautóban fordítva, ott a finn volt az első, és azt írták vissza később darabbá, de itt a darab volt az első. Hát nem énekelnek, mert nem tudom miért. Biztos úgy az volt akkor a divat, hogy viszonylag kevés zenével oldják meg. Egyébként működik a dolog, tehát rendkívül jó a libretto, rendkívül izgalmas és szórakoztató. Hát most, perceken belül, és holnap van a premier. És onnan ugye, hogy Dávid ígérte, 276-szor fogjuk a test. Minimum. Szeretnék is megjegyezni, hogy megint az a formáció van, hogy decemberben lemegy szinte minden előadása, januárra kettő esik még. Tehát, hogy egy kicsit segítsetek arra, hogy ez beérjen közben, hogy szombat, hol, kedve, talán megkockáztattunk, január közepére már egy bérletszünetet, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ezzel a darabbal indul talán ez az évvégi szórakoztató, az élethez, meg az új évhez kezd csináló sorozatunk, hogy én remélem, hogy egy hónap múlva ez már, vagy másfél hónap múlva ez már egy közkedvelt, keresett portéka lesz, mert minden oka megvan rá produkciónak, hogy szeressék. Hát ha csak nem a rekeszizom begörcsölésétől állnak be a rosszul létek, de ez a jobb fajta. Hogyne? Persze, természetesen. És várjuk benneteket most 10 órakor is, ha esetleg van olyan, akinek nem jó, akkor előadásokon is egyeztessünk. Más kollégákat is meg lehet szólítani nyugodtan, tehát ők sem. Az oroszlán vadász az... Tehát oroszlán nincs a darabban. Csak vadász. Nem harap. Többi kollega sem. Kérdés, akkor a személyes interjúra lehet. De most lemegy a darab, ugye? Kérdésik, lemegy, most persze. Hát nagyon bízunk. Tervek szerint. Ez próbálom. Ahol gondolod, a uram rendelkezésre állnak.